Szép estét kívánok, valóban napra készek vagyunk, hiszen rövidesen 25. születésnapját ünnepli a Fehérvári Polgárok Egyesülete. Ha azt csinálod, amit szeretsz, az a szabadság, ha szereted, amit csinálsz, az a boldogság. Raffaello Giordano csodálatos idézetével, kezemben ez egy emléklappal, amelyet majd nagyon sokan meg fognak kapni, hiszen rövidesen itt az ünnep. Vendégem pedig Palkovics Lajos, az Egyesület elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy immár a negyedszázados jubileumot ültök, akkor nagyon fontos, hiszen a Polgárok Egyesülete a közéletben és a kulturális életben azt mondom, alapvető szerepet játszik Székesfehérváron. Ugye 5 esztendővel a rendszerváltozás után történt a megalakulás 1994-ben. Akkor már, és ez a Polgária névben nagyon-nagyon fontos. Fontos azért, mert azt hiszem, hogy akkor már öntudatra ébredt mindenki, bizonyos értelemben, és el tudta dönteni, hogy miként tudja segíteni a városát, civil szervezetként értelemszerűen, mi mindent kell tenni azért, hogy Székesfehérvár élhető város legyen, és azóta bizonyítottatok. Beszéljünk egy kicsit a megalakulás utáni időszakról, hiszen folyamatos fejlődésnek lehetünk tanulni, akik figyelő szemmel járunk és ismerjük az Egyesület tevékenységét. Igen, hát folyamatos fejlődés, illetve átalakulás is, mert a kezdeti megalakulás Egyesületnek az igazából egy érdekközösség volt az eladandó, megvásárolható lakások és üzlethelyiségek tulajdonosai alakították meg egyesületet, mert abban időben a Székesfehérvár városa sokkal szigorúbb rendelkezést hozott, mint az országos rendelkezés a megvásárlási lehetőségekről. Ezért egy érdekegyesület jött létre, ahol képviselték ezt az igényüket, hogy milyen módon szeretnék megvásárolni lakásaikat. És akkor ugye 300-400 tag is lett hirtelen az egyesületben. Aztán, amikor ez az érdek elmúlott, tehát ez a lakásvásárlások megtörténtek, akkor kezdett átalakulni az egyesület egy olyan egyesületé, ami mai napig fennáll, hogy a közösségépítéstől kezdve hagyományőrzésen keresztül az emberek ez szólás, és a jelszó az, hogy adni először, aztán kapni, ez a mai nap megmaradt egyesület életében. Adok, hogy adj, teszek, hogy tégy. Azért igen. Voltak nagyon fontos pillanatok. Ilyen volt például a pláza és a piac kapcsolatának, amiben kulcsszerepet játszottatok, és ilyen volt a nemzeti emléke is. Igen, például. Így van, pontosan ez Kaszás úr, lesz egy kis videónk az eseményünk július 6-án rendezendő 25 éves évfordulónk alkalmával, amit a díszteremben polgármester úr meghívott minket, tudunk tartani, és ott Kaszás úr elmondta, Kaszás István úr, hogy nagyon erősen lobbiztak a pláza ügyében és a nemzeti emlékhely ügyében, de aztán valahogy ez kiesett az egyesület látóköréből, és tulajdonképpen én nem is tudok nagyon sokat erről a két dologról, de hát ők el tudták mondani, hogy miért. De ez fontos támpont volt, hiszen utána pedig megszokhattuk, hogy ugye nem csak hétköznapok vannak, hanem falsős fehérvári ünnepekben kezdett résztvevő lenni a Fehérvári igen. Polgárok Egyesülete. Igen, így van pontosan. Tehát amikor miután ez az érdek ezzel a lakáseladással kapcsolatosan megszűnt, attól kezdve, hogy elkezdett egy eset gondolkodni azon, hogy akkor merre tovább, és akkor jöttek az ötletek, hogy mit csináljunk. Volt olyan például, hogy a lecsófőző alkalmával a fő utcán, amikor ott is a kirakodók vannak, ott csináltunk több éven keresztül ilyen interaktív játék lehetőséget egy fa házban, fa bódéban, hogy a Székesfehérvár jelenzetes képei voltak földdarabolva egy ilyen pázl részbe számítógépen, és a kérdések alapján föl tudták emelni azt a képet, ami ha jól válaszoltak, és a végén kialakult egy olyan kép, amit meg kellett fejteni, és erre kaptak egy ajándékot. Ez is például, de nagyon sok olyan rendezvényünk kialakult időben, ami hát mai nap is még mindig
Igen, ezeket vegyük sorba, mert ezek nagyszerűek. Tehát én azt gondolom, hogy a Katalin nap, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a Balázs nagyszerű szobra a Székesfehérvár egyik kult helye, ha úgy tetszik. Igen, igen. Viszont az a Fehérvári Polgárok Egyesületének köszönhető, hogy a Katalin nap egy ünnep lett Kati néni szobrával. Így van, igen. Emlékszem, én csináltam egy filmet annak idején oda, az első. Mm. És az olyan népszerű lett most már nem a film, hanem az Egyesület rendezvénye, hogy azóta elengedhetetlen, és hogy el sem férnek a Liszt-Ferenc utcában. Ez honnét jött a gondolat? Hát a Balázs ugye megalkotta a Katalin-t, és ő találta ki annak idején ezt a Katalin-napi köszöntést, és hát nagyon jól fogadta a város. Akkor csak a Fehérvári Polgárok Egyesülete rendezte, meghívtuk az akkori aktuális polgármester urat, és már akkor is szépen évről évre egyre jobban elterjedt a híre, és a mai nap pedig már a város fölkarolva kiterjesztette úgy, hogy a Felsővárosi Kultúrházba folytatódik ez az ünnepség, tehát egy nagyon szép kis hagyomány lett belőle. Ugyanez vonatkozik a Márton napra. Ugye az elengedhetetlen ludaskásával, és azt gondolom, hogy a Márton nap az fontos, nem csak az ünnepokán, hanem ahogy az imént mondtad, hogy közösséget szerettetek volna teremteni, ez abszolút illeszkedett ehhez a gondolathoz. Mégpedig azért, mert hogy egyre többen lettek a Márton napon is, és nem a ludaskása miatt. Nem, és ehhez kapcsolódik egy másik gondolatsor, hogy szeretnénk a gyerekeket bevonni a múlt történéseibe, a hagyományőrzésbe, meg a közösségi életünk megismerésébe. Éppen összeszámoltam 6 olyan rendezvényünk van, ahol gyerekek is szerepelnek, vagy csak gyerekek szerepelnek. Többek között például a Borivárás rendezvény, amit a Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány rendez, de mi már szinte, hogy azt mondjam, hogy a felét a segítőknek mi adjuk, tehát ott azt nagyon szívesen fölkaroljuk, csináljuk. Aztán a múzeumban is, amit említettél, a Márton nap, ott is a gyerekek fellépnek, iskolások, középiskolások a zeneiskolából, tehát azon kívül a tojáskutat, ha említem, ott is a gyerekek lépnek fel, illetve Varró János volt legutoljára, aki adott egy kis népzenét ott a járókelőknek. Tehát beszéltünk a kolbásztörtről is, ahol nagyon-nagyon sok család jön ki kisgyerekekkel, és ott nézik és rácsodálkoznak arra, hogy nem a boltban csinálják a kolbászt, hanem így történik. Igen, hát annál is inkább, mert hogy abban is fontos szerepetek van, hogy egyre a Kolbásztöltő Fesztivál is egyre népszerűbb, hiszen én még emlékszem az elsőre, amikor 40 csapat volt, most 600-nál több, és egy tavalyi adatot mondanék, mert azt hiszem, hogy ezt még nem hangzott el, de drónnal megnézték, tehát avatott szakemberek, és több mint 30 ezeren voltak a tavalyi esztendőben, és az ország egyik legnagyobb közösségi eseménye a Kolbásztöltő Fesztivál. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az, hogy megszólítjátok a fiatalokat. Tehát azok a városismereti versenyek, amelyeket meghirdettek, azok is tudatosak. Igen, hát próbálunk nyilván nagyon sok felé mozdulni, ha bár, mint ahogy egy egyesületnek, civil egyesületnek kell, saját magunk találjuk ki, saját magunk fejlesztjük, illetve saját magunk valósítjuk meg ezeket a rendezvényeket. És ehhez tulajdonképpen olyan emberek kellnek, akik hát ráérnek, és akarnak tenni valamit a városért, hogy ilyen rendezvények kialakuljanak. Hát, tehát azt mondhatom, hogy családias légkör van maximálisan, tehát ez csak úgy működik, hogy együtt vagyunk, együtt dolgozunk, és egy olyan példaértékű egyesület vagyunk, talán így mondhatom, mert szerintem az, hogy se a kor nem számít nálunk, se a pártállás, semmi. Tehát ilyenekről nincsenek szó, akár a rendezvényeken, akár az összejöveteleinken. Tehát nagyon jól összekovácsolódtunk, és csak is így lehet így dolgozni, hogy a tagok nagyon, annyira jól együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak gondolkodni, mintha egy csapat lennék idők óta. Én egyébként ezt észlelem, főleg akkor, amikor a közös ünnepetek van az Zenélő Kultúrudvar, ugye az Oskola utcában, az egy nagyszerű és csoda dolog. Milyen a kapcsolatotok a városvezetéssel? Hiszen itt óhatatlan is, hogy fontos, hiszen a király a koronázó város kellős közepén, azt gondolom, hogy ez alapvetés.
Hát én azt tudom erre mondani, hogy nagyon korrekt. Tehát régebben az elején, ugye most arról beszélünk, hogy 25 év, akkor a legelején még szorosabb volt olyan szempontból, hogy ültek bent különböző helyeken a mi képviselőink a városi közgyűlésben, de ez elmúlt, és most már csak kizárólag külsősként vagyunk, olyan módon, hogy ha bármiféle rendezvény van, vagy bármiféle olyan igény a fehérvári polgárok részéről, amit érdemes a város vezetésével megbeszélni, akkor megbeszéljük, és nagyon sok segítséget kapunk képviselőktől, együtt dolgozunk velük, és itt az együtt dolgozásról azt még elmondanám, hogy tulajdonképpen itt azt hiszem 6 vagy 8 olyan szervezet van, akikkel tulajdonképpen mi együtt tudunk csinálni. Igen, ezek nagyon fontos, hogy a többi civil szervezetekkel mi hogy tartjátok a kapcsolatot, milyen kapcsolat van, melyek az alapvetései, hiszen számtalan programot említettünk, nyilvánvaló, hogy összefogással az sokkal több ember tud megszólítani. Így van, meg hát segítjük egymás munkáját természetesen. És itt, ha most megyek idősorrendbe, akkor a Jancsár Piac és Közösségi Egyesülettel van az első kolbásztöltő fesztiválunk, ugye január-február környékén. Akkor a tojáskut az önálló rendezvényünk, de ott is a felsővárosi óvodások jönnek, illetve mindig van valaki, vagy a zeneiskolából, vagy Varró János, vagy más népzenészek. Aztán a faültetést mindig a földnapján a horgász egyesületekkel csináljuk a palotvárosi tavaknál, és a májusfát állítjuk újabban fel a Gyöngyoszkár téren, ott a Fehérvári Tűzoltó Egyesülettel közösen, illetve hát a iskolások, a Vasvári általános iskolások táncolják ki a végén, ott is a gyerekek be vannak vonva a rendezvényünkbe. Aztán volt egy nemzeti családi nap, a Széna Egyesület rendezte, de a Széna Egyesülettel is nagyon jó kapcsolatunk többször, és velük is összedolgoztunk, segítettünk. Aztán gyakorlatilag a zenei kultúrudvarunk, amit említettél, ott nem dolgozunk együtt senkivel, mert teljesen saját kitalálású rendezvény, de Simon Emberrólinkát megemlíteném azért, mert az ő tanodája ott van. Mert ott képzőművészet is van. Így van, és hát ott gyakorlatilag úgy működik, aki még nem látta, vagy nem volt, hogy körbe festenek aznap a festők, ott készülnek a képek, és a színpadnak fájtott sátorban pedig zeneművek, illetve prózák hangzanak el, és nagyon szeretik az emberek, most már sokan jönnek. Aztán a Borivárra említettük az előbb, ott az Otthon Segítünk Alapítvánnyal közösen csináljuk, illetve hát, hogy ők szervezik, de mi is nagyon sokat segítünk benne. A Márton napnál ott szintén van egy olyan rendezvény, mert ketté válik, van a múzeumban a rendezvény, amit teljesen mi csinálunk, és ott a gyerekek fellépnek, de van egy esti rendezvény, ahol viszont a Hagyományos Piacokat Egyesülettel a Városi Piac galériáján ott egy mártonnapi bált szoktunk rendezni, ami, mert ugye nyilván a mártonnap az valahogy a piacra tartozik, hiszen a Liba Fertály, ugye ott tudjuk. És hát is a Katalinok köszöntése, ott pedig az önkormányzat és a Hagyományos Piacosok Egyesülete szintén közösen csináljuk. Tehát ez így kerek az egész. Igen. Most milyen terveitek vannak? Hiszen azt tudom, hogy ezek az állandó rendezvények, de azért a város közéletében is részt vesztek. Igen, hát annyira nagyon nagy terveink a közélettel kapcsolatosan nincsenek, mert hogy mondjam, aránylag elég jól megvan szervezve most már a rengeteg rendezvény van. Tehát, mert régebben, amikor mi ezeket elkezdtük, meg gondolkodtunk, akkor szinte semmi nem volt. Tehát tudjuk, a fő utca üres volt, meg tehát alig volt rendezvény. Tehát most már azért mi inkább csatlakozunk például ezzel a udvarunkkal, ezzel az elérő kultúrudvarunkkal, a királyi napokhoz csatlakoztunk. Tehát próbálunk inkább úgy beilleszkedni olyan rendezvényekbe, ahol tudunk, de egyébként emellett összesen 20, több mint 20 rendezvényünk van, saját rendezvényünk, tehát úgy értem, hogy közösen. Tehát ilyeneket csinálunk például, hogy itt nőnapi rendezvény alkalmával szoktuk megcsinálni, vagy előtte egy picit az, hogy ilyen káposztás, fánkos, milyen versengésszerű rendezvényt csinálunk, de ez inkább ilyen kisebb, szűkebb környezetben. Aztán minden koszorúzáson ott vagyunk, elmegyünk a halfőzőversenyre, elmegyünk a lecsófőzőversenyre. Tehát nagyon, akkor van egy olyan rendezvényünk, ami eléggé, hogy mondjam, grandiózusabb, egy 250-300 fő szokott tenni néha, ez a Mikulás bál, ami minden évben nagyon nagy sikerrel a Vidatai teremben rendezünk meg.
és a Fehérvári Polgárok Egyesülete gyakorlatilag itt tudja ki, hogy mondjam, ki értékelni az évet, és jól érzi magát egy kicsit együtt igazán táncolva, no, sorakozva. Ugye említetted, hogy polgármester úr meghívására a díszteremben lesz a 25 éves évforduló ünnepsége. Mi történik ott? Igen, hát a program az úgy zajlik, hogy 2 óra, délután 14 órakor lesz a gyülekező, akkor kezdődik a rendezvény. A Hungarikum zenekar együttes Kleminszky Géza vezetésével, ők adnak elő ott egy kis zenei bevezetést, majd készítettünk egy riportfilmet. Itt most kicsit átvettük a szerepet, amit te most csinálsz, mi is próbáltuk azt megcsinálni, hát kicsit olyan magunk módján, de talán sikerült, és a riportfilm elejét levetítjük, illetve igen, egy 20-valány percet. Itt megszólalnak az előző korszak meghatározó emberei, tehát a Kaszás úr, akkor a Dedi Major László, aztán a Kocsis György, aki volt elnök, aztán később majd a Gulyás Oldal Tamás elnök, és két önkormányzati képviselő is elmondja rólunk, a Miza Attila úr, illetve Földi Zoltán úr elmondják, hogy milyen együttműködésünk van, és hogy talán az Egyesületről mi a véleményük. Ugye ez lesz gyakorlatilag a filmen, két részletben, közben lesznek zenék, nyilván azért lesz egy kis, hát ugye az elején egy bevezetés, ahol díjakat adunk át, meg megköszönjünk embereknek munkáit, és tulajdonképpen nagyon sok mindent nem csinálunk ott a rendezvényen, hanem két részben lesz a film, lesznek közben zenei blokkok, és gyakorlatilag a végén lesz egy kis torta bontás, illetve köszöntés a végén, egy kötetlen beszélgetés, akik eljönnek önkövetelti képviselőkkel. Nincs kétségem felőle, hogy ott lesz mindenki, mert hogy ez egy nagyon fontos évforduló. Még egyszer gratulálok a negyedszázadhoz, és azt gondolom, hogy lesz még dolgotok bőven. Ehhez kívánok egy jó egészséget minden tagnak, nem csak neked természetesen. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, vendégen Palkovics Lajos volt, a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke, akik rövidesen a negyedszázados jubileumokat ünneplik a Városháza dísztermében, mi pedig természetesen továbbra is követjük az Egyesület tevékenységét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!